Mi vagyunk a soldosok. Puppi! Ellenséget halátunk. Ellenséget halátunk. Sőre töltjük a csápunk. Sőre töltjük a csápunk. Ez a legelső, igen. Óriási élmény volt, meg óriási kihívás, úgyhogy hát végig zokogtam, meg nevettem az előadást, nagyon jó volt. Kész? Hagyjam a békén! Pihengetünk? Kérődzünk? Ne hozzak egy nyugágyat? Úgy talán hangyulatosabb lenne? Köszönöm, nem. Jaj, de udvariatlan vagyok. Kér egy csáprágót! Csendeljet! Már Brigivel korábban is írtunk mesét, kettő másikat, és akkor felvetődött az ötlet, hogy miért ne írjunk egy harmadikat, és ez lett a Csodabogarak. Vezérünk volt ám nékünk, ők vezették büszke népünk. Árpát, erőt, ont, bont, taps, suta és tehetem. Ők voltak így heten. Termeszektől menekültünk, egy szarvasbogarat követtünk. Ős hazánkból elindultunk, új várunkra rátaláltunk. Pán Pilla, a pillangó, akinek nem nőtte ki a szárnyai, és híres énekesnő szeretne lenni, és azt gondolja, hogy az operában van hátrányos helyzetű. 213-as közlegény, mi van itt hátul? Ja. 213-as közlegény hangya, akit elűznek a hangya társai, hátrányos helyzetű. Anonymous. Igen, abszolút hátrányos helyzetű, mert ő mindent elfelejt. Igen, ő egy ilyen, hogy mondják, aki mindent elfelejt? Amnéziás. Igen, amnéziás, ő egy imádkozó sáska és pap. Mellettem pedig az abszolút hátrányos helyzetű Katica található. Egy agresszív Katica bogár, aki azt hiszi, hogy ő itt a király. Én pedig Turi Rudi vagyok, azért vagyok hátrányos helyzetű, mert büdös vagyok, ugye? Köszönöm szépen, ennyien vagyunk a darabban. Azért Csodabogarakról szól a mese, mert előtte írtunk mesét lóról, madarakról, és azt gondoltam, hogy a bogarakat sem hagyhatunk ki. Nagyon szimpatizálok velük. Ez nagyon jó hangzik! Anonymous testvérem! Nagyon erés! Köszönöm szépen! Én annyira, de annyira hálás vagyok! Jó, csak menjünk már! Várj! Nem vagy éhes! Van nálam egy kis ízelt bukta? Ez nem igaz. Oké, mehetünk! Megkaptam a szövegkönyvet, és érdekes, hogy már, tehát egy délután annyira ráharaptam, hogy egy délután megszületett szinte az összes dal, úgyhogy elég könnyen ment. A lárva úti oviban csúfoltak sokan, fenyegettek mindennel, örök veszedelemmel, de megfogadtam egy szóval, hogy megküzdök a sós kúrtal. Yeah! A felszabadultabb a próbaidőszak, mindig más darabot készíteni gyerekeknek, mint felnőttek számára. Egy kicsit én úgy érzem, hogy mi is átmegyünk gyerekbe, mi is visszamegyünk abba az időbe, amikor még mi is gyerekek voltunk, úgy is kezdünk egy kicsit gondolkozni. És nekem legalábbis, nem tudom, hogy a többiek hogy vannak ezzel, szükségem van arra, hogy egy évben legalább egyszer egy kicsit ne kelljen annyira oda koncentrálni, hanem elengedni magamat, és akkor lehet játszani. Parancsolj! Nagyon fontos elmondani, hogy rendkívül komolyan kell venni ezt, amikor gyerkőcnek játszunk. És ez egy új módon megszerkesztett darab, amiben ugye nagyon sok elferdült, hülye, bocsánat a szóért, felnőtt tulajdonságot kezdünk el boncolgatni, és aztán rendkívül sok önirónia van benne, és ez nagyon fontos. És jó ezeken nevetni, kinevetni magunkat olykor. Tessék? Mi? Semmi. Kisanyám! Nem emlékszem, hogy tegeződnénk! Katalin! Te! Én beteszlek a lepkegyűjteményembe! Segítség! Segítség!
támadnak a csőcselék! A csőcselék! Én ellátom a bajodat! Ne, testvérem! A harag rossz tanácsadó! Nagyon érdekes érzés volt visszalátni, nagyon meghatott. Mikor először néztem, végig sírtam, úgyhogy jó, hogy eljöttem másodszorra is, mert most már legalább láttam is belőle valamit. A poénok, hogy nevetni tudok rajtuk, nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Így maradtam bábruhában minden éjjel, azt kívánom, fújjon el a bábaságom. Sokkal jobban észnél kell lenni egy gyerek darabnál, mint egy felnőtt darabnál, mert a gyerekek figyelmét sokkal nehezebb lekötni, mint a felnőtt figyelmét. Nem mindig? Nem mindig, természetesen csak, hogyha a gyereknek nem tetszik a darab, nem köti le annyira, akkor őt nem érdekli, hogy ő színházban van, ő elkezd zsizsegni, a ruhájában játszik. Így van. Testvéreim, csak nem hagyjuk itt a bebábozódott művésznőt. Mi? Az operában nem is, a Báb színházban, tudtom, ma mindig van felvétel. Ica! Kérlek, ne légy már ilyen undok! Azt érzékeltem, hogy a poénok nagy részét felnőttek értik, viszont a játékot, a mimikát, a sikítást, a helyzetjeleneteket, azt viszont a gyerekek élvezik nagyon. Azonosultak a szereplőkkel, mert pont az előttem ülök, azt mondták, hogy én Katica vagyok. Úgyhogy szerintem szerették. Oh, hát adok, veszek, vegye, vigye. Igen, igen. Csere, bere, fogadom, többet össze, nem adom. Nincs egy csak. Oh, a kezét csokolom, nagycsád. Engem keres, ugye? Hát itt vagyok, ragyogó. Nem veszünk semmit, és távozzon a bűzkörömből. Ja. Akarom mondani bűzkörömből. Hát velem együtt végig röhögték a gyerekek, végig tapsolták, végig sírták. Szerintem nagyon nagy siker volt, úgyhogy teljesen meg vagyok hatódva. Csak azt tudtam, hogy más vagyok, mint a többiek. Többre vágytam, értitek? Aztán, amikor ez a valami csoda becsapódott az égből, minden megváltozott. A magam ura lettem. Barátokra találtam. Végre nem vagyok furcsa szerzet, nem vagyok csudabogár. Beszéltünk a hangos könyvről, sőt az előző meséinkből készült is már olyan, hogy egy kis demóanyag, de az megint egy annyira más munka, sok munka van vele, de gondolkodtunk rajta, igen. Mondd, mire vágysz, én kitúrom, szép kerekre jól meggyúrom. Sejhaj, kis kanaj, kincseket rejt, add a laj. Sejhaj, kis kanaj, kincseket rejt, add a laj. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó darab lett. Tök jó volt a rendezés, nagyon sokat röhögtünk, és az emberek szeretik, és a színészek szeretik. Köszönöm szépen. Ennyit akartunk mondani. Tulajdonképpen ennyiből megvan az egész. Nem? Igen. Hát ebből már vágunk egy. Még figyel a rendező, ezért azt szeretnénk mondani, hogy nagyon jó volt a munka. Pont. Egy csapat vagyunk. Együtt jöttünk el idáig. Szükségem van rátok. Aki fél, az most még hazamehet. Na jó! Hiteles voltam, ugye? Aki pedig nem, az... Ez nagyon szép beszéd volt. Én vele tartok. Én is, tesó. Én is. Ez olyan, mint egy nagy család. Ezt a jelenetet szemben nem is lehetett volna megírni. Csodálatos! Én is repülök! Akarom mondani, suhanok! Nagy ölelés! Mondják, hogy jön a török, de többé ne fuss el! Egy csapatban harcolunk, mi mindnyájan, ha kell! Mondhatják, hogy bábruhában díva nem lép fel, de a vélemény szűk bója inkább az dobt el. Hát ez mint fej, mi az első ízben kell. Té, mint tor, a szívemben otthonol. Csarmad ízben potromban ott lapul a pér. Barátokkal jól megrázzuk, ezt figyeld, jó hely! Yeah.